hogy melyik sarokba leszek, jó, azt még nem tudom. Nem tudom, hogy a Total War-nak melyik részét akarjuk majd ki, mert úgy gondolom, hogy egy stratégiai játéknál nehéz megtalálni a jó sarkot, úgyhogy most egyre úgy néz ki, hogy a jobb felső lesz a nyerő. Amikor a játékot elindítjátok, legalábbis az epikes verziót, akkor rögtön ez fogad titeket. Ott van egy random szám a sarokba, és itt pedig a modok, amiket a játékhoz tudsz rakni. Vannak egyébként DLC-k is hozzá, fizetős DLC-k, meg vannak ingyenes DLC-k is. Ezek ugyanazok, amik Steam-en is megtalálhatóak. Én most itt egyet se gyűjtöttem be, de ezek nem csak az ingyenesség ideje alatt ingyenesek, hanem egyébként is. Érdemes egyébként a játékot begyűjteni, mert hogy a Steam-es verzió az 60 euró. Úgyhogy mint minden Total War Warhammer játék, ez is 60 euró. Legalább egy drága játék lesz a az accountotokon. És hogyha rányomok a playre, akkor meg elindul. Magyarítás nincsen hozzá. Az előző Total War-okhoz készült, ez egy 2016-os Total War egyébként. Az első olyan, ami nem ilyen történelmet feldolgozó Total War, hanem a Warhammert. A Warhammernek a világát. Amit amúgy én nem vágok be, aki eddig beszélt róla, mindenki elismerően beszélt a Warhammer világáról. Tehát ez egy Warhammer Total War módra, ahogy Edi is mondta itt az előbb. Kíváncsi leszek rá, ne lepődjetek majd egyébként meg a UI-on. It is a dark age. A bloody age. An age of war. Ezt a cinematikot néztük legutóbb. And we are their playthings. But this is no game. It is ceaseless war with the old world its prize. Ez alapján nekem egyébként nagyon megtetszett a Warhammeres világ. Ez alapján a kis videó alapján. From the Badlands come the orcs and goblins, a green tide of brutal creatures that must be stopped. In Sylvania, the dead. Csütörtökönként van estei stream. Sziasztok. Láttátok az előbb az embereket, ez meg most itt egy vámpír. Ezek pedig itt a törpök. Látjátok, vannak orkok is. Meg goblinok. War is upon us. It is unending. És a varázsló bácsi meg egy bestia lett. Hosszú reklámot kaptam el másodjára? Azt hogy? Szaboknak nincs reklám, tudtam már. Szóval, itt van nekünk ez a Total War Warhammer. Erről azt kell tudnatok, aki egyébként vágja valamennyire a stratégiai játékokat. Ez egy olyan stratégiai játék, ahol ami ilyen körökre osztott. Kivéve a csaták, ellenben a hírozzal, itt azok real time-ok. És a Total War-ok legdurvább része, amivel mindig kecsegtetett a Total War,
az az volt, hogy a csata jelenetek iszonyatosan látványosak. És legalább 40 szkenárió van itt a Warhammerbe is, ahol előre összerakott csatákat tudunk átélni. Majd remélem, hogy eljutunk odáig, hogy ezt így ki tudjuk próbálni. A körökre osztott részbe tudunk egyébként diplomáciai dolgokat csinálni, kereskedni, hitet terjeszteni, adózást bizgetni, seregfenntartással foglalkozni. Több száz órát lehet ebbe a zsánerbe belerakni egyébként. A stratégiai játékok mindig is időzabálók voltak. Úgyhogy a Warhammer világa pedig szerintem izgalmas, amit eddig tudok róla, úgyhogy érdemes belekóstolni. Már csak amiatt is tényleg, amit mondtam az előbb, hogy látványos csaták különféle fajokkal, rasszokkal. Ilyenek a beállítások. Nem tudom, én ehhez annyira nem mertem hozzányúlni. Mert így is olyan furán néz ki. Na tessék, még extrémben fel is lehetne rakni itt az árnyékokat. Próbáljuk meg egyébként a DirectX 12-t? Hát amúgy ki kéne próbálni. De amúgy nagyjából minden maxon van. Unlimited Video Memory. Az eléggé bátor döntés. Nem tudom, hiába van felhúzva 120-ra a UI scale, én nem érzem azt, hogy jó lenne. Na, talán 150-en jónak tűnik. Itt-ott kicsúsznak a szövegek. Olyan, kicsit olyan gagyi érzete van ennek így. Jó, megnézzük a DirectX 12-t. Mit szóltak? Igazából újraindítani a játékot nem kerül semmibe. Na. Most már elvileg nagyon durva lesz. Ilyen jó még sose volt. Szia Zolka, szia Lianna, sziasztok! Na. Szegás amúgy, meg AMD-s. Most állítólag itt Twitch-en a Nintendo-s reklámok mennek nagyot. Na. Tehát ez most már egy DirectX 12-es, bal felül is lehet látni, a menü 30 FPS-sel megy. Beállítások, nézzük még miket lehet itt állítani. Oda nézzetek, 7.1-et is be lehet nyomni, a subtitle az meg kell nekünk, mi van még itt, ami jó, azt a durva, hogy milyen beállítások rész van itt, amúgy nem. Klasszikus Total War kamera, oda nézzetek, kampánykamera. Jó, azokhoz nem nyúlunk hozzá. Game settings. Nincsen amúgy magyar nyelvhozzá, sőt fordítás sincs. Elkezdték, de végül nem fejezték be. Sűrűn adnak advice-ot az advisoraink. Jó. Mi van még itt? A brightness és gamma, hát ehhez nem nyúlunk hozzá. Kredit meg support nem érdekel minket. DLC-k szintén nem. Csaták. Quest battle. Látjátok, még ilyen is van. Multiplayer kampány. A régi világ. Eye for an eye. Lehet amúgy valamit választani? Story kampány. Jajjaj. Pillanat, srácok. Hát ő már itt rögtön böngészőt nyit nekünk, hogy vegyünk DLC-t 7000 forintért. A Call of the Beastman nevezetű DLC-t még hozzá. Izgi.
Ja. Megnéztem nektek. Ezt akartam elmutatni. Tehát ezek itt a DLC-k. Ez pedig itt... hát gondolom az első küldetésünk. Itt vannak a játszható részek. Empire, a birodalom, ugye az emberek, a törpök. A zöld bőrűek, gondolom az orkok és a goblinok, illetve a vámpírok, és itt van még Warrior of Chaos, Beastmen, bestiák, Bretonia, fa elfek és a norszkák. Az igen. Gyakorlatilag sokkal több faj lesz elérhető így a DLC-kkel, nem tudom ezek közül mennyi fizetős. Na, ez például ingyenes a Bretonnia. A többi meg ezek szerint fizetős. Hogy fog ez indulni? Ki tudom választani a frakciót? Hogyha a birodalmat indítom, akkor az gyakorlatilag olyan lesz, mint hogyha egy régebbi Total War-ral játszanék, úgyhogy... Legyen mondjuk a vámpírok mit szóltak. Ők halottakat tudnak idézni. Vámpíros korrupciók. Ez tetszik. Na, itt vannak a törpök, ők meg ízik. Hát, hogy akkor a törpökkel kéne kezdeni? Így aztán nem csoda nincs memória játéknak, végtelen a 200. ablakban nyílt meg. Az csak egy illúzió, Lianna. Ezek a vámpírok amúgy tetszenek. Legyenek a vámpírok. Választhatunk vezetőt. És akkor mindenki bemutatkozik. Mármint, hogy be tud mutatkozni. Na hát ő fizetős. Helman Gorst, ő fizetős. És hogy mondja el a háttér történetet? Heinrich Kemmler. Aha. Heinrich szimpatikus számomra. Ja, látom, látom. Ő egy erőteljes mágus egyébként. És a vámpír történelme mestere. Ő pedig Manfred. Ő pedig egy erős harcos. Vezető és varázsló. Hát akkor... Igazából... Ezt gondolom csak ilyen háttér történt, mert hogy az effektek, azok itt... Azok a fontosabbak. Olcsóbb a halott idézés. Kezdő egységek. Meg gondolom az is fontos. Farkasok. Hóha. Gúlok. Legyen amúgy Manfred. Milyen menők már, hogy csukott szájjal is tudnak beszélni, látszik varázslók. Hasbeszélők. Ők hasbeszélők. Normál nehézség, jó lesz az. Oda nézzetek, 1 FPS-sel megy a menü. Fontos információk. Szia, Laura. Szia, Ironside. Köszi szépen amúgy a tegnap esti támogatásodat Vadafak Viridiánának. Láttam ám. War is eternal. Na, hát úgy néz ki, hogy a nagyítót most mindenkinek elő kell venni. Lássa a feliratot. De nem mondhatjátok, hogy nem kapcsoltam be. Ne, Konaját nevezte magát.
Szia, szia. Másodlagos monitoron jó sokat mutat ilyen 3-as betűmérettel? Ajaj, az a tény, én vagyok? Az ott én vagyok. My master, Manfred, has returned from the dead once more. He marches on the von Karstein ancestral pile of Castle Dragon. Ezek a csontik megtanultak. Egyszerre menetelni. Has claimed the fortress as his own. Manfred must retake his ancient stronghold and either destroy the user. El kell pusztítani a bitorlót. Milyen, hogy kitart, mert hogy kinyitotta a száját. Feeble witch, come hence from my fortress and kneel before thy lord. Drakenhof stones are bound by mortar of mine own blood. While yours shall be sprayed across the battlefield as I wrench the head from thine shoulder. És ez csatnával kezdünk rögtön. Na, hát ez az izgalmasabb része állítólag a játéknak. 40 FPS-ünk van. Ez komoly. Valószínűleg a sok egység miatt. Na, tehát... Igen, támadnak minket. Azt mondja, hogy használjuk a VSD-t. Közben szétlövik az egységeimet? VSD, igen, és akkor egységek kijelölése. És ilyen közelről is meg lehet nézni a katonáinkat. Wow. Opa. Arra inkább. Az ott micsoda? Azt nézzétek. Hát konkrétan kis házakat viszek az ellenséghez. Ez mit tud? Cairn Wrath. Siege Tower. Ez egy Siege Tower. Oda kell mennünk, srácok. És ezek mi csodák? Skeletonok. Skeleton spearmenek még hozzá. A főnök úr nagyon lassan megy. Lehet föl kéne ülni arra Varghulfra vagy mire. Csak mondom, hogy ez a csapat már fél HP-n van majdnem. Jó, 3-4 HP-n. Ahogy látom, bekerítették az egyik csapatot. Úgyhogy bajba lesznek a csontjaim. A feladat most, hogy megtámadjuk az ellenséget. Így van, és az a lényeg, hogy jól segbe fogjuk őket most támadni. Itt meg denevérek küzdenek denevérek ellen? Na, a főnök úr rájuk sprintelt. Manfred. Azt nézzétek, hogy nyomja. Azt mondta a játék, hogy valahol vannak unstabil egységek. Igen, tehát, hogy az undeadek azok nem menekülnek, erre gondolt a játék. És csak akkor lesznek bizonytalanok az undeadek, hogyha a vezetőjüket meglátják, hogy hogyan cselekednek. Akkor most az egész sereget egyszerre irányítom? Ez durva. És mit kell csinálni vajon?
Mehetünk be? Mehetünk be, srácok. Graveguard, Skeleton Spearman, még Spearman, még Graveguard és Vargul. Varghulf, akarom mondani. Mi a helyzet vonalja? Az egyetlen Vargulfon már bent is van. Ő az egyébként. Aha, és azt mondja a játék, hogy varázsoljak egyet. Miért nem mentek be? Ki kell választani Manfredot. Hát aki szerintem ott megy. Azt mondja, hogy Gaze of Nagash, vagy... Ez mi? Invocatio of Nehek. Aha. Most elnyomta? Aha. Varázsolt egyet. Elvileg vannak valahol lordok, de nem tudom, hogy hol. Valószínűleg itt. Itt a végén, nem? Előre kell nyomolnunk. Mehetünk amúgy előrébb. Ezek is olyanok, mint hogyha az én egy... Ezek a szövetséges egységek, ahogy látom. Manfred mit csinál ott? Lehet tudni? Tudunk egy ilyen varázslatot elnyomni? Nem. Mibe kerül vajon Alt 1? Megnyomjuk az Alt 1-et. És az ellenségre kell célozni. Tehát akkor most mi? Egy enemy van itt, egy Varg Heist. Igazából kiirtottuk az enemit. Tök jó. Mehetünk előrébb. Ha azt mondom, hogy arra menjünk, akkor... kicsit furán pozícionált a csapatom. Zelig van Krüger. Milyen jól néz ki a lova. És hogy nyomja a varázslatot közben. És ezek itt már az én katonáim. Hát a fight csapat. Hát egy kicsit ostoba ez a mágus, ez a Zelig. Ugye meghal. Nem akarom elsőre egyébként elítélni itt a harcot. De hogy ez a legizgalmasabb része a Total War-nak amúgy. Imádom, amikor becsöngetnek és megkérdezem, hogy ki az és mit akar, akkor nem válaszol, csak sútymarok tovább az ajtól. Jaj, hát én már elgondolkodtam azon, hogy...
ki kéne köttetni. Megnyertük a csatát, de nem szabad túl sokat ünnepelnünk. Igen, izgalmas a harc, ha belejön az ember. Hát valószínűleg akkor itt a tutoriálban ezt az érzést még nem sikerült annyira átadniuk. Legalábbis ez nekem nem volt túlzottan izgalmas, ahogy néztem a lassan masírozó katonáimat. Igazából valószínűleg ez úgy izgalmas, hogyha stratéga fejjel gondolkodsz, hogy melyik fajta egységeidet hogyan és hova küldöd. I thank you for your offer of immortality, Sanyo. But I shall forgo the blood kiss for now. I'm more useful to you alive. Na. There is much to be done. Most megkaptuk a térképet rengeteg tartománnyal, és hát ott itt lesz az ellenség. Castle Drakenhof. Schwarzhafen, Okenhammer, Zufbar. Jó, és akkor hogy forgatjuk a... Nem tudjuk forgatni? Na mindegy, szóval azt mondja, akkor kampány térkép. The Tempelhof interloper has fled back to his fortress, and Drakenhof is secure. Végignyomjuk ezt az első küldetést, hogy okosabbak legyünk. Van Kruger has retreated to Castle Tempelhof. Ilyen vámpírosok vagyunk. Hasonlóan azért ilyenek a nevek. Castle of Tempelhof. Van Krüger ide vonult vissza. Oké. Okay. Itt mutatja a sárga nyíl, hogy itt vannak a törpök. Wow. Ezek amúgy jól néznek ki. Lehet, hogy a törpök adták volna nekem. Oké. Okay. Oké. Okay. Schwarzhafen. Passage to the west is blocked by the Dark Lords of Schwarzhafen, sir. They have feuded with Van Kruger in the past, and no doubt watch your struggle against him keenly. Megmutatta nekünk a szomszédainkat a játék. Van Kruger is nothing more than a feeble lich, a necromancer that needs bringing to heel. You must advance against Tempelhof, seize his possessions, and turn the dead against their former master. Tehát fel kell támasztanunk a halottakat. És azt mondja, hogy ki kell választani Manfredot. És ott van az energiája, mármint hogy a movement range, hogy meddig tud menni. Ez az, amit itt látunk ezen a kis területen. Hogy hova tud pontosan menni. És azt mondja a játék, hogy... hogy jó helyre jöttünk, mert így azt hiszi majd a Tempelhofos kastély vezetője, hogy valamire itt készülünk. Your forces are depleted by battle, sire. Yet such a shortfall is easily solved by your kind. Raise the slain to fight at your banner. Igen. March upon the enemy using their own warriors. Tehát nyomni kell a feltámasztást. Kiket javasol? Igazából zombi és skeleton warrior. Ilyet a skeleton warrior. És még? Your army must remain in place whilst raising new bodies. Lehet, hogy kellettek volna a zombik is. Tehát valószínűleg most várni kéne még egy kört. Így van.
But now a von Karstein inhabits its halls once more. Üdv mindenkinek, srácok! Itt a kastélyunk. Corrupt Village. Provide more room for the dead to rest, and you will gain more souls to resurrect. See that the necessary expansion is... Még több szoba kell a halottaknak. Igen, és akkor lesz még több lelkünk, hogy hogy feltámasztassunk embereket. Excellent. Construction will begin immediately. Egy báró fejlesztést fogunk nyomni. Grave Guardokat tudunk majd rekrútolni, meg ahogy látom Skeleton Spearmeneket. Jól van, osonaposon jó beandandó csinálást. És itt mutatja, hogy milyen egységeink vannak a kastélyban. És hogy a falak 100%-osak. Eschen Waldenhof, ez fura, hogy mutatja. Majd ezeket elfoglaljuk. Jó, tehát ezt most megcsináltuk. Technology. The Book of Arcane és Liber Necronomica. Aha. Olcsóbb recruitment a warrioroknak meg a spearmeneknek. Még több armor nekik, fenntartási költség, olcsóbb. Ja, mert hogy van fenntartási költség is. A necronomika a ghoulaknak és az ilyen horroroknak ad majd plusz dolgokat. A Book of Blood inkább. Mi van még itt? Inkább. Uh-huh. Meg hős. Meg Blood Knight buffok. És ez a De Noirot Blasphemous Bestiary, vagy hogy mondják? Aha, ez pedig a denevéreknek például, meg a vérfarkasoknak. Aha, nem tudom, mert ez a Book of Arcane. Már ha én most ezzel itt tudok bármit is csinálni. Aha, tehát most ez világít. Ah, tehát most éppen sorba rakom, hogy mi mikor készüljön el, értem. Itt konkrétan ki tudom jelölni, hogy mit akarok. Dread Animator. Jó, tehát mit akarunk, csinálja meg ezt a Book of Arcane-t. Aztán majd foglalkozunk a többivel. My lord, there is nothing more you can do now. Let us await your enemy's next move. Igen, és ahogy a körökre osztott játékokban, itt is így tudunk a várni egy kört, és közben itt a többiek meg cselekedtek. Nem tudom, láttátok, hogy mennyien cselekedtek egyébként itt mellettünk. Van Kruger knows his position is weak and has sent out an army to check your advance. Their strength can be added to your own. Attack! 1000 fekete mágiát fogunk kapni. Missions may be issued Dieter. From time by those interested in your progress. These can be reviewed at your request, my lord. Missions. A missionöket itt pont fölöttem lehet elérni. Engage the enemy. Jó. Ez szerintem nem lesz gond. Eventek. Aderő. Provinciák. Az igen. Jó, sokan vannak. Konkrétan még itt is provinciák vannak, srácok, ahova egyébként nem is látunk még el. Azokat látjuk, akiknél itt van ez az érték. Östermark.
Jól van, tehát akkor mi vagyunk itt, Eastern Sylvania. Köszi szépen az infót. Ó, na azt nézzétek. Ekkora térképünk van. Hellspire Mountains, Kraken Sea, Sea of Chaos, a nagy óceán. Wow. Southern Badlands, Blightwater. Wow. Jó. Tehát ott tartunk, hogy támadni akarunk. Battle is upon us. Study your options carefully. The enemy are close. Blood will be spilled. Ő is tud varázsolni. Dieter. Az övé egy egyes hős. Auto-resolve, tehát automatikusan meg lehet oldani a csatát, mint a például a Heroes-okban is, a Heroes of, tehát a Heroes Might and Magic-ben. Legalábbis az 5-ben meg a 6-ban így meg lehetett oldani. Nyomunk egy ilyen manuális harcot. Ha ugye ez látványos. Egy kis lore, itt most betölti nekünk a térképet a játék, itt lesz a csata. Ezen a mappon. Your soldiers are ready to deploy for battle, my lord. They await your orders. Tehát a támadó hamarabb deployol, mint a védő. És lehetnek ambush battle-ök is egyébként. Olyankor a védő egyáltalán nem tud deployolni. Ez a gamble? Fej vagy írás? Hogy ki kezd? Vagy hogy mennyi erő, mennyien power-rel kezdünk? Valószínűleg amúgy igen. Winds of Magic. 60 perces az ütközet egyébként. És ez itt a taktikál mapunk. Hát nem tudom, én azt mondom, hogy szerintem jó lesz ez így. Mint szakértő. Mindenkit kijelöltünk, aminek amúgy semmi értelme. Ott mennek elől egyébként a denevérek. Aha, én már látom, hogy ott vannak. Tehát ők balra helyezkedtek el. Igen, a manát újra számolja, általában 15 alatt érdemes rányomni. Aha. Nem is figyeltem, hogy mennyi volt. Quantum. Nem tudom, hogy a denevéreket akarom ilyen korán, hogy ide érjenek. Itt jelzi, hogy éppen mozognak-e az egységeink. Ők egyelőre csak várnak. Magic blows strongly in this place, Commander. Harness its power and channel it against. Lehet őket gyorsítani. Nem tudom egyébként akkor mi van. Ja. Lehet mondani nekik, hogy siessenek. Ez az alsó bár, ez ilyen izé stamina bár lenne, vagy elfáradhatnak, vagy mi lesz vajon? Gyorsabban fáradnak, aha. Megállt lehet nekik parancsolni, gruppolni lehet őket. Melee front. Missile front. Lehet nekik mondani, hogy alakzatba. Hát ja, csak ők még hol vannak. Skeleton warrior-jaink amúgy.
Még sehol nincsenek. És fel is lehet adni. Guard mód. Ilyen is van. Morál az alsó, ha elfogy, menekülnek. Ah, okés. Hogy helyezkednek itt a csontik? Ja, az undeadeknél a morál az olyan, hogy a vezetőjükön múlik. Na, már lassan 3 perc elment az ütközetből. Azt nézzétek. Nem baj, ez jó lesz, legalább jól be tudjuk őket keríteni. Jó lesz ez, csak előrébb kell vonulni. Ott vannak a zombik, Skeleton Warriorok, még több Skeleton Warrior. Itt is, ott ghoulok vannak, Warriorok. Ó, és itt amúgy fel lehet gyorsítani az időt. De azt mondom, hogy menjetek oda. Azt nézzétek. Hogy oda mennek. Slow motion is van. Tehát... a formáció... még egy kicsit előrébb. Így. Nekem ez tetszik. Ujjjjj. Most nem tudom, mit csinálok. Ehet, amúgy. Hopp, ott közben meg akarnak minket támadni. Na, tök jó. A rejtett egységeink fel lettek fedve. Bevetették a farkasokat. A csökken a morál. Azok a csontik ott furán harcolnak. Nem kéne köréjük menni? Oda testrészeim, oda. Húha. Gyertek csak. Ott mehetne. És Manfred pedig jöjjön át. A zombikat is előre küldjük. Mert ez nem lesz jó. Ahogy látom, még több egységet vissza kell küldeni. Konkrétan most már mehet mindenki. Ott van Dieter egyébként. És úgy kéne, hogy valahogy mögéjük kerüljünk. Két frontos lesz a csata? Tudunk-e kerülni? Káin, köszi szépen a támogatását, immáron 5. hónapja. Na, hogy állunk? A denevéreink ki fognak vérezni például. Na, tehát. Csapat. Kéne egy kicsit kerülni. Így se érzem őket annyira effektívnek.
Így né. Tessék támadni. A főnök úr nem tudom, hogy hol van amúgy. Szia Purple Clan, köszi szépen a pergetéseket közben, srácok. Oké, mondjuk őket egy kicsit hátrébb kéne küldeni. Mondjuk oda, mögéjük. Ha tudnak, persze. A zombik szépen kapják egyébként. De akkor őket úgy érzem, mintha nem csinálnának semmit. Azt mondja, hogy... Speedet kérünk rájuk. Azt mondom, hogy menjenek... Ha nézzétek, csak ott a főnök. Látom, hogy például ki az, aki nem csinál semmit. Na, ez már tetszik. Tehát ezek alapján könnyebben tudom irányítani a sereget. Látjátok, milyen gyorsan rámentünk Dieterre? Hogy áll ez a csata? Ők harcolnak? Az egységkép fölötti kard mutatja, hogy engage-eltek, a piros vesztésre állnak, a zöld nyerésre, aha. Köszi. Tessék szépen támadni. Nem lazsálni. The enemy lord is dead. Achievement. Elmentjük a replay-t. Az lesz, nem vagy ASD. Na hát, mi teljesen kiirtottuk őket. 721 egységgel jött, nekem meg 1302 volt, és hát 220-at buktunk. Ő meg a teljes mindenségét, úgyhogy jók voltunk. Victory is yours, my lord. What about the fate of those captured in battle? És kaptunk ilyen valamit. Meg kettes rankú lettem. Aha. Return. Murder. És Dominate. Ellenséges minionok. 84 embert elfogtunk egyébként. Ha dominálom, akkor HP töltés van, ha megölöm őket, akkor pedig a leadershipünkre kapunk. Plusz 4-et. Meg lehet etetni a farkasainkkal őket. Dark Magic, meg hogyha hazaküldjük őket. Hát nem is tudom. Mert a meggyilkolás. Igen, ott van, 1000 Dark Magic volt a küldetési jutalom, meg a háborúból is kaptunk pluszt. És közben Manfred 2-es szintű lett. Eshen is vulnerable to attack, Dark Lord. Seize it from the enemy to open a new front to the... Szia, Alexandra! Rég láttalak. Kaptunk egy enchantolt itemet. The Terrifying Mask of E. Diplomácia. Relations with foreign powers may be managed through diplomacy, my lord. Itt minden szuperságos szerencsére. Bár egy kicsit fáradt vagyok. Itt van, hogy kikkel állunk jelenleg harcba.
Defensive Ally, Military Ally, illetve Trade Partner. Igen, velük éppen háborúzunk. Itt vannak az undeadek, a törpök, a birodalmiak. És itt van, hogy melyiküknek milyen a hozzáállása. Hát igen, ők most morcosak. A sárgákkal például lehetne barátkozni. A pirosak azok morcosak alapból. Ők nem barátságosak. Hát itt lesz majd a hétvége, Alexandra. Akkor biztosan ki tudom magam pihenni. Temple Hoffosoknak 4 settlementje van. Jó, tehát ezt megnéztük. Faction Summary. Várjál csak, ez micsoda itt? Diplomáciáról egy kis okosság. Az összes Dark mágia, illetve az Inkamunk. Van-e nekromantánk, Banshee-nk, vámpírunk, Vignite-unk? Ilyenjeink lehetnek. Itt van, hogy Dietert megöltük. Statisztikánk is. Dark Magic Summary. Igen, tehát a birodalmiaknak egyébként az emberek, ők például goldot gyűjtenek, mi meg Dark Magic-et. És itt van, hogy adóból jön 500, egyébként meg 2500, és a hadsereg fenntartására 1128 fekete mágiát használunk el. Eventekből kaptunk. Miből kapunk pontosan, mi viszi el. Technológia, hát ebből még 2 kör kell. Jó, mehet akkor Ashen. Tehát most meg fogjuk támadni Ashent. Your army has marched all it can, my lord. They must rest. Jó, tehát akkor pihenünk. Azt mondja, hogy van egy nem összeállított skill pontja. Tűha. Itt van Manfred részletesen. És veled mi újság, Alexandra? Szia, Jason! Itt vannak a trétjei például. Na, skillek, éjség például, az is van. Aha. Aura. Leadership bónusz. Movement range, az jöhet a kampányba 10%. Raise dead. Skeleton Spearman. Ilyetnek. Aha, tehát recruitolni csak saját részen lehet, viszont halottakat lehet feléleszteni akár most is. Hogy nem? Hogy nem? Van hely, van pénz, van lóvé, mehetünk. Assistance is available, should you need it, my lord. You may rely upon it. Your kind are a nightmare, mate. Minden rendben jól vagy? Na, tök jó. Yoke the power of the dead and you shall be unstoppable. I grow impatient. The city has been reached and your warriors are prepared for battle, mighty lord.
Study your options nevertheless. Nincsen ostrom gépem. Maybe the wisest course of action. De ahogy látom, Paulus van Sinclair. Hát nem éppen nagy hadsereggel védi a kastélyt, nem fogom, nem tudom, hogy hogy fogunk tudni bemenni, nincsenek ostromgépeink, de szerintem meg fogjuk oldani a szitut. Most viszont balról jobbra megy majd a támadás. Nem tudom, hogy ez jelente nekem így bármit. Tehát 5. Aha, tehát akkor 15 alatt tényleg érdemes volt rányomni, mert most 20-szal kezdünk. Nincs fal, csak akkor van ostrom, a fallal rendelkezik a település. Ó, oké. Okay. Na, tehát. Nagy szakértői szemmel. Én azt mondom, hogy mehet. Hogyne? Nyomom én a taktikus tervezéseket. Azt mondja, hogy gyere, meg te is. Te is. Te is oda. Ott egy kicsit hátrébb, oda mehetünk előrébb. Ti is. Ti szintén. Ja, most próbálok úgy mozogni, hogy tudjunk keringőzni itt az egységekkel. Ő egyelőre nem akar semmit se csinálni. Én most ilyen hátúra kerülést szeretnék a egy-két egységgel. Menjünk előrébb szépen. Jó lehet szerintetek? Szerintetek ez? Na, azt mondja, hogy gruppoljuk őket. Egyes grupp. Ezek lehetne a kettes grupp. Nem akarnak még támadni, úgyhogy jók vagyunk. Köszi, Alexandra. Jó. Jó, ezt kinyomjuk közben. Őket is lehet meg kéne csinálni grupnak. Akkumulátor, azt mondta. Ajaj. Az nem tetszik nekem. Ez amúgy tetszik. Ez tetszik. Ez tetszik. Ez a felállás. Hogy ez így működik, aha. Na nézzük. Szia, Goldmester! Szerintem a denevérekkel el fogunk tudni bánni.
Valahogy így mondjuk. Mondjuk nagyon előre megyek, mi? Ez akár jó is lehet, srácok. Na, most jól lehet. Őket oldalba. Direct damage. Kettőben agresszívabb az AI? Hm? Hoppá. Csak szépen támadni. Nektek is, nektek is. Mondjuk ők elmehetnének oda. Nektek nem kell. Nem állunk jól az a helyzet. Főnök úr is támadhatna. Átmennek rajtuk, nagyon jó. Jó, most jó lesz. Kicsit tudtunk kerülni. Őket itt teljesen beszorítottuk. Az ott enemy, de hogy... Ja, látom, hogy kikálnak rosszul. Kicsit előrébb küldjük. Az ellenséges generális le lett győzve. Azt nézzétek. 148-as loss. Jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Hát meg ezek ugye normál enemik, kvantum, meg ha jól gondolom ez a, az első mission, ez ilyen tutoriál. Loot gained. Rank gained. Hármas szintűek lettünk. Mit szeretnénk? Occupy. Loot and occupy. Ki is lehet őket rabolni. Mit akar tőlünk a játék vajon? Elfoglalhatnánk őket. Potion of Full Hardiness. Még egy itemet kaptunk. Jó.
és kaptunk fekete mágiát. Ott van. Occupy, loot, raisin, sack. Dönthetünk, hogy hogyan támadjuk meg őket. Ez itt micsoda, ez a levegőbe? Ezek a kis izék. Ezek itt, srácok. Ez mi lehet? Most eltűnt. Így, hogy ide jöttem megnézni, el is tűntek. Jól van. Itt is ezt most jól megnézem. Valami szél ez, vagy mi ez? Most ott van. Most meg ott. Az a Winds of Magic. Az a mágia? Jó. Oké. Reports are coming in of a living expeditionary force close to your territory, my lord. Such a threat. Hellfennel kell csatázni jelenleg. Hogyne? Rögtön rájuk nyomtam a jobb klikket. Azt mondja, hogy feltámasztjuk a halottakat. Zombi. Meg még egy kis zombi. Ja. És itt meg már lehetne rekrútolni egyébként jobb emberkéket. Ja, csak a spearmeneket. Tudunk amúgy itt valamit fejleszteni? Mauzóleum kell. Igen, 4000. Kell 2 populáció. Oké, és ez. Ja, hát ezt kell először fejlesztenünk. Garrison Detail. Building Browser. Gibbet. Boneyard. Tarnished Gold Shaft. Csináljuk. Én ennek, ahogy látom, hílelődnek az egységeink. Úgyhogy... Ja igen. Ki kéne osztani a pontokat. Nem kell oda menni questnél a csatáz velük, ha jól tudom. Mármint hogy érted, Alanir? Ahol jelen van, ott elméletben többel kezdesz a csatába. Ó! Recruitment cost olcsóbb. Na, ez tetszik. Melee attack a zombiknak. Life leech. Hunger. Charge bónusz. Wow. Questnél lehet teleportálni, legalábbis a kettőbe lehetett. Ah, okés. Ambush chance. Jöhet. Questnél. Jó, nézzük csak. Ott van. 500-ért? Hát az drága, ne viccelj. 500-ért teleport. Amúgy ja, lehet teleportálni. Jó, most vártunk itt egy kicsit, hogy hílelődjenek az egységeink. Your grip on Drakenhof is not yet secure, Dark Lord. Pacify those that stir against your rule before they take arms and rise up. Tehát 10-es public ordert kell összehozni Eastern Sylviába. Jó, értettem, oké. Okay. Bukó fákán közben elkészült. És ráment a Bond of Bones-ra. Jó, én adom. Igen. Darkness come. Nyomjuk a teleportot? Hogy megnézzük, hogy milyen. Tessék, működik amúgy. És Balance of Power. Hans 5-ös. Én meg 3-as. Ez nem jelent semmit. Max kikapunk.
Úgy néz ki, hogy neki sokkal nagyobb a hadserege. Battle of Hellfen. Arise, Gravebound. I command thee to attend. Franz, the son of Hors and Tumors Burgomeisters, fixed the clan. Figyelj, lovasokra is próbáld meg elkapni az IS-t. Oké. Okay. Nekem is lehetnének amúgy IS-aim. Mine claim is the truest. I should be emperor. I will be emperor. Bring thy swords. Go, my minions. Reap. Death! Darts! A darts macabre! Na! Szerintem így megint jók vagyunk. Ő már el is indult. Oké, itt is lehet kontrollal csapatokat csinálni. Így. Jobb, hogyha széthúzom őket, mint sokkal jobb lesz. Na basszus! Igen, ez szívás. Szegény gúlok már kapják. Az alt klikkel csinálom, akkor megmarad a formáció, aha. Oké, hát a gúlyaim már ki is feküdtek. Ott vannak az ijászok, aha. Hát ez szívás lesz így, srácok. Tessék szépen szedni a lábat. Max, meghalunk alanél. Mi baj lehet, ugye? Na, ez egyelőre jól néz ki, az íjászok mindjárt megszeretgetnek minket, úgyhogy valószínűleg az egyes csapatot rá kéne küldeni az íjászokra. Na, lassan odaérünk. Nem az best. Jó. In melee, taking fire. Ha ők rámehetnének most igazán az íjászokra. Baj van a zombikkal. Főnök úr, itt van. Nyomhatna valamit.
A nagy testű szűnyeletjét anti-large ellen harcol, lányzsasok, de ha idegesít, hogy mondom, bocsi. Az nem tudom, jónak számít-e. Vagy rossz, vagy gond. Hogy mennek hátra a szemetek? Amúgy a nagy testű lényünket rá lehetne küldeni az íjászokra. Az igen, ők közben kimennek a pályáról. Most miért jöttetek vissza? Ha valamelyik csapat nyelésre áll, az rosszat jelent, tehát akkor nem jó a helyezkedés. Egy újabb egységet írtottak ki. Na, tessék tovább menni. Ja, ti itt vagytok. Hát ott, azok ott mit csinálnak? Ők is itt unatkoznak, tessék szépen támadni. Ott a főnök úr. Na, kicsit alakítgatunk itt a dolgokon. Az ilyen szokat ez a nagy testű vargulfunk jól távol tartja. Jól van, Alexandra, köszi szépen, hogy itt voltál, szép estét. Mizu Mapko. Na, mit szóltak? Jók vagyunk? Hát ők mondjuk biztos nem jók. És ők se jók, ők jöhetnének segíteni az íjászok ellen. Aha. Az komoly, azt nézzétek, hogy hova hátra kergettük az íjászokat. Főnök úr. A főnök úr, tessék szépen ide jönni, harcolni. Az ott semmiféleképp nem fényes. Jó. Jó, szerintem az ott hozható. A puskások azok nem tetszenek ott. Főnök úr rájuk mehetne oda. Gond főnök úr így kapja. Durván. Jó, ők ott nyerni fognak. Milyen játék ingyenes XD? Jó, őket ide kéne hozni. Jó, ő elintézi. Ők is elintézik. Ők nem csinálnak semmit éppen. Ők sem. Főnök úr itt nagy kergetőzésekben van. Jó, közben sikerült kiirtani egy csomó ijeszt. Nagyon durván helyezkedik az enemé. Főnök úr. CD-n van.
Igen. Őket hátrébb hozzuk? Hát tudjuk. Mi? Csoda, így győztünk? Wow. Nyertünk. Elszaladt az enemy konkrétan. Jó, lehet vége. Ja, hogy elmenekült 400 emberrel. Ó, ki kellett volna őket írtani. Tűha! Tűha! Több mint felét elbuktam az embereimnek. Ó, basszus. És a pozícióváltás megoldja majd ezt a szitut mapkó. Ne legyen ennyi munka. The Dead Rise Again. Azt nézem, hogy hol a palács cica. De lehet elő se jött. Szia, Vörös. Jó. Ötven embert elfogtunk. Gold Sigil Sword. A hero has enrolled in your service, sire. Na, Roland Helsingt kiemelkedett közben itt. Ó. Oh. Még otthonról is kell nyomnod. A basszus. Sok emberünk van? Át lehet nevezni. Azt kéne megnézni, hogy milyen egységeink van. Ó! Basic armor. Itt van, mit lehet a kezébe rakni. Mount. Talizmán. Ó! Nice. Hogy működik ez, hogy... Srácok, hogy működik ez, hogy hol látom, hogy milyen egységei vannak neki például? Ez egy hős, nem egy lord, ezért nincsenek. Ő maga egy egység. Ó, értem. Jó, rányomtam, hogy deploy. Oké, a kutatás az megy. Warrior, zombi. Igazából... Ez egy rossz gomb volt szerintem. Ja, ez a wiki. Na várjál, ez konkrétan a... A Total War Warhammer oldaláról tölti be böngészőről az infókat. Ó! Oh. Na, mit akarunk csinálni amúgy? Nem is tudom. Zombikat? Nem. Ezeket most mind egyébként. Még három kör és akkor lesz mindegyik. Egy telecsapat. A hőst használhatod így a térképen más hősöket ölni például, vagy berakhatod a sereget beerősíteni azt, aha. Dwarfs, my lord. These runts rarely emerge from under their mountains. Don't be fooled by their stunted height. They are hardy, stubborn creatures. And are not to be underestimated in battle.
Jól van. Most egyelőre nem foglalkozunk velük. Ő közben visszament a várába. Jól van. Még egyet várunk, és akkor... Az egységek... A rival power desires a change in your mutual relations. Aha, tehát ő azt szeretné, hogy ne háborozzunk. Von Karnstein. Értem. És amit követel tőlünk az, hogy fizessünk, és akkor ugyanezek. Counteroffer. Mit szólsz ahhoz, ha nem fizetek, és amúgy te fizessél? Azt mondja, military access. Tessék. Mit szólsz? De én nem. Várjál. Ha mondjuk fizetek neked... Nem, nem, ez nem az volt. Én így gondoltam. Moderét. Na, akkor ez hogy kéne megcsinálni? Jaj! Szóval... Legyél a vazalusom! Ennek a sikere lovas. Tehát, hogy legyél a vazalusom, és adok neked pénzt, mit szólsz? 3000, mert nagy lelki vagyok. Na, mit szólsz? Ő azt mondta inkább, hogy ne legyünk agresszívak egymással. Jó, ha ezt mondod, akkor én azt mondom, hogy igen, a vazalussal magamba olvasztám, az tök jó lenne. Gyere, háborúzzunk Tempelhof ellen, és ennyi. Na, mit szólsz? Jó, akkor... Akkor mindegy. Akkor majd leigázlak, testrészem. Ne okoskodj. Megyünk tovább. Kit kell elfoglalni? Waldenholf. Nincsen equipment, csak fel kéne öltöztetni amúgy őt. Azt mondja, hogy semmit nem tudunk rárakni. Ja, de ott rajta van a Terrifying Mask of E. Na, auto-resolve. Na nézzük, ez hogy néz ki. Oda nézzetek. 234 ellenséget foglaltunk el. És 4-es szintűek lettünk. Hát, hogy ne. Nem fosztogatunk. Az egész Eastern Sylvania az enyém. Csak most kimaradtunk a csatából. Na. Tehát a háború az a public orderünket lehúzza. Mivel tudnám a public ordert megnövelni? Egyébként. Building upgrade elérhető. Black Knight. Commandments may be issued over territory you rule, my lord. Make the effort to rouse the populace so that they may better serve your ends. Azt mondja, hogy... Mindjárt megértem, hogy mit szeretnének.
elkészült a goldmine például, szóval ki kéne kiáltani a provincia, mindjárt, kapitóliumát, de azt hogy kell? Publik oldalt lehet buildingekkel, de idővel is növekszik, elfelejtik a háborút, ideiglenesen az ott lévő sereg is növeli, aha. Pillanat, azt mondja, hogy Fortress, aha, Commandment, alul a kék kis gömb. Kék kis gömb. Alul a kék kis gömb. Pillanat. Nem gömb ez. Aha. Repress Mortals. Igen, és akkor skill pont. Akkor félreértettem a dolgokat. Recruitment cost. Nyomjuk ezt az Aura of Supremacy-t. Ez tetszik. Jó, hílelődnek még mindig az embereink. Így a, mármint hogy most fognak majd hílelődni a háború után. És akkor ott van egy olyan nagy Essen. Tempelhof. Mi a feladat? 10-es public order-t kell összehozni. Jó. Az ambushhoz, az ambush stance-be kell állítani a sereget, az a zöld gomba Lord feje mellett. Jelenleg... nem is tudom, hogy hol lett a Lordunk. Recruit Lord. Hoppácska. Amúgy valószínűleg itt van valahol, de hogy... A zászló a sereget jelenti. Ja, értem. Akkor ők ott maradnak. Meg lehet recruitolni Lordot. Handsome Uli Gorst. Vámpír uraság. Master Necromancer. Gyere! Your army has been raised under the command of your appointed lord. It only remains for you to issue the orders, sire. Jó. Várunk egy kicsit. És akkor toborzunk neki sereget. Sikerült elérni? Oda nézzetek. Vége lett a háborúnak. És rögtön... Azt gond, srácok. Vége lett a háborúnak és rögtön megnőtt. Oké, eddig tudtunk eljönni. Tudunk két hőssel együtt, két lorddal együtt csatázni? Srácok. Oda néz. Direwolves? Aha, igen. Oké, akkor ez semmi extra. Azt hittem, hogy valami extra. Tudok? Igen? Szuper. Na gyere csak te is. Legendary Lord. Ja, mert hogy két skill pontot kaptunk. A Lordnak a Lightning Strike a legerősebb skillje a legalsó sorba. Az arra jó, hogyha ellened jönnek két sereggel, akkor ezt megakadályozza. Aha.
Ajaj. Ez sziki, srácok. Ezt nem akartam végignézni, hogy megaláznak minket. A szemétje. The enemy threaten your city here, my lord. The garrison stand ready to defend it, but consider sending extra troops. Na. Na, gyere csak vissza. Ne menekülj el. Ott van. Oda nézzetek. Zelig van Krügert, most meg fogjuk halázni, amiért tönkretette itt a seregeimet. Na. Ó, hát ezt érdemes kipróbálnod, Mappó. A Warhammer-es világ miatt. Na, csatázunk egy utolsót, srácok. Tizenöt. Jó. Megnézzük, hát ha tudunk fölé menni. Tessék, 14. Tehát... ők lesznek kontrolla egyesek. Igen. Kontroll kettesek. És kontroll hármasok. Na, mehet. Hármasok. Úgy. Ányit vagy úgy. Kettesek. Nekem ez tetszik. Mondjuk így. Egyesek pedig így. Spells may be overcast to increase their potency, my lord. Yet I advise caution. Channeling so much raw magic at once brings the risk of disaster. Ne okoskodj, majd én ezt tudom. Húha! Ez az alt. Nem látok náluk íjászokat, ez jó jel. Ajaj, ketteseket akarom amúgy irányítani. Hát, hogy valahogy így. Ó, nagyon mozgatják itt a seregüket. Hát szerintem inasba lesznek rakva. A jósoló izé is megmondta. Jó, így. Esetleg így. Így, mondjuk. Kicsit előrébb. Mondjuk azért nem fordítva álljatok. Haló? Így. Szerintem nem lesz esélyük. Na, szerintem most már lehet szólni nekik, hogy
Megindulhattok. Te is. Főnök úr, teljes bagázsal szintén megindulhat. Egy jó varázslás. Az itt mi? Corpse card. Your lord is under attack. Azt tetszik ott, srácok. Az mondjuk nem. Egyes csapat egy kicsit szeretetni a lábát. Mert bajba leszünk. Hármas csapat mondjuk elég jó. Önök úr. Egy varázslat. Jó, egyes csapat jöhet. Jaj, az egyes csapat hogy is? Igen, hát az egyes csapat tényleg jöhetne, a hármasnak kéne megindulnia. Mert szarban a haza, srácok. De át lehet nevezni a lordot. Egyes csapat azóta se ért oda a harchoz, srácok. Azért az szerintem mindent elárul. A Gender Lordot lehet, nem lehet átnevezni? Azt nem néztem. Na, egyes csapat közben ideért? Jó van, ideért. Vízbe futottak? Tényleg, Lopi. Honaig érő mocsáron nekem se lenne nagyon kedvem átgázolni. Igazatok van, srácok. Micsoda megfigyelés. Teljesen igazatok van, hogy azért nem történt itt semmi részükről. Na, most már jobban állunk, határozottan jobban állunk. Ja, hát itt szépen körbevettük őket. Főnök úrtól valami jó. Az a helyzet, főnök úr megszívja. Őt ki kéne menekíteni. Már ha ki tudjuk, de szerintem rip. Gyorsan! Még jó, hogy észrevettem, igaz? Az ellenséges lordot majdnem inasba rakott minket. Jó. Mondjuk most van esélyünk. Az ellenséges lord. Közben kik azok, akik nem támadnak? Gyerünk csak előre.
Oksa. Meg lesz ez. Necromantereknál a hős alatt a lényeknek is annyi. Ja. Meg lesz zombik. Zombikok. Ott is van. Ott is van. Na. Itt teljes kiirtást fogunk tartani, srácok. Egy jó hátba támadás. Oda mehetünk. Mi jó, K.O. Oké, eltűntek. Szublimáltak most már. Már valahol. Jó, most már teljesen eltűntek. Hát, azért... Azért megadta nekünk. Nagyon szarul pozícionáltam a baloldali csapatot. Bocs, Gergő vagyok, csak így fogadta el a Twitch. Hát de találj ki magadnak egy olyan nicket, ahogy így lehet beszélgetni, érted? Hát hogyha Gergő vagy, akkor nevezd el magad Gergőnek. Érted? Hogyha azt akarod, hogy úgy szólítsanak az emberek. Megdomináltuk. Megdomináltuk. Na, srácok, az a helyzet, most, hogy így kipróbáltuk ezt a játékot, elég, hát azt akartam mondani, hogy elég komplex. Komplex, de nem túlzottan komplex. Nem érzem azt, nem is tudom, hogy mi volt tavaly márciusban. Ilyen hasonló stratégiai játékkal játszottunk, ami inkább 4x volt, de szimpatikus. Valahogy azt érzem, hogy így... így felnőttebb fejjel már nincs kedvem megtanulni egy újabb stratégiai játékot, mert ami így volt, azt így szerettem, azzal így szívesen játszok. Lásd például a tavaly évelején végigjátszott Age of Mythology, meg a Város Heroes végigjátszás is, hogy az 5-öt vagy a 6-ot azt végignyomjuk. Azok így nagyon tetszettek. Ez a Total War sem tűnik egyébként rossznak. De talán amiért most többet játszottam vele, mint egy óra, az a Warhammer-sége miatt. Ez a fantasy világ az, ami így szimpatikus volt. Humankind, azaz. Ja, a Humankind-ot játszottuk. Nem hülyeség, hogy ezt a real-time dolgot belevitték a csatákba. Ez abszolút nem hülyeség. Ezt jól kitalálták. Jó kérdés, hogy... mennyire menne nagyot most a Total War, hogyha kiadnának egy újat, bár... Ha jól tudom, a 3 az nem régi. Mindjárt megnézzük. Hát ez igen, ez konkrétan egy hónappal ezelőtti. Ha jól látom. És hogy megy a Warhammer 3? Vegyes értékelés. Ajaj, az nem hangzik jól, srácok. Igen.
Igen. Jobb grafikára számítottak. Igen. Pillanat. Aha. Downgrade-elték a UI-t. Majd pár hónap múlva egybe öntik mindhárom játékot, akkor lesz majd nagyon jó. Lesz ilyen? Ha. Mondjuk az ilyen stílusnál legtöbbször pont nem a grafikát nézik. Hát kivéve mondjuk a háborúba. Ott az biztos látványos. Legalábbis, ha már tényleg ezt mondták, hogy a háború az látványos, meg a szkenáriók is úgymond erre vannak, akkor lehet, hogy számít úgymond a grafika. Nem tudom, srácok. Az a helyzet, hogy nehéz két óra alatt megítélni egy stratégiai játékot. Ezeknek jó pár óra kell, hogy így úgymond lássuk az alapjait. De nekem szimpatikus volt ez idő alatt. De tényleg, ez a két óra, ez semmire nem volt elég. Nem tudom, a frakció mechanikák elég jónak tűnnek a háromba. Igen, a Warhammer 1 és a 2 is egybe lehet rakva, és a két térképen egybe lehet játszani. Ebben is van diplomácia, kémkedés, bérgyilkolás? Hát... van diplomácia, de szerintem ilyen kémkedés, bérgyilkolás nincsen. Legalábbis amit én itt néztem. A true diplomat can hide much behind a silvered word. Tehát, hogy ilyeneket lehet csinálni. Megtörni a meg nem támadási egyezményt, háborút kihirdetni, konfederáció, szövetség. Úgyhogy ez elég komolynak tűnik, ez a része a játéknak. Jó ég! Most éppen azon gondolkodom, hogy ha valaki ezzel a játékkal belevágna a stratégiai játékokba, az mennyire élvezné? Jó kérdés. Az a helyzet, hogy Talán amúgy ezeknek a játékoknak a gyengéje egy jó tutoriál, tehát hogy itt már rögtön úgy kezdtünk bele az egészbe, hogy jó, hát elmondta, hogy VASD-zni kell, meg mit tudom én micsoda, de hogy nem tudom, hogy az ember hogy tanulja ki ezt a műfajt, hogy hogyan veszi rá magát, hogy ilyenekkel játszon, ez nehéz. Szóval, hát azoknak biztos tetszik egyébként, akik imádják a stratégiai játékokat, és mindig is akartak Warhammer-es játékkal játszani. Azoknak ez most nagy lehetőség. Nem hiszem, hogy most attól, hogy az Epiken ingyenes, így ez alatt az egy hét alatt most a hatalmas népszerűségnek fog örvendeni. De jó hír azoknak, akik csak azért nem betették bele magukat, mert hogy drágálták a zárát. Ja. Háromban nagyon jó a tutoriál, de a többiben lényegében nincs sajnos. Aha. Anno direkt azért kezdtem el vele játszni, mert jó nehéz.
játékot akartam, és az is lett, aha. Aha. Érthető. Nem tudom. Ha most így az a, mondjuk, sok mindenem múlik, de én nem, ne, tehát, hogy nem, nincs véleményem a háromról, de a Humankind az nagyon jónak tűnt a megjelenésekor. Úgyhogy azt tudom ajánlani azoknak, akik esetleg belevágnak a stratégiai világba. De hát az, hogy tehát az biztos nem fogja hozni ezt a Warhammer-es stílust. Hát a Lost Ark az időrabló mapó. Na jól van, ennyit srácok a Total War Warhammerről. Meglepődtem, hogy a három az egy hónapos sincs.